Idén is megrendezték Hévízen a hagyományos Mária Magdolna napi búcsúi ünnepséget az egregyi rendezvénytéren. A kétnapos programon rengeteg szórakozási lehetőség várta az érdeklődőket. A délutáni órákban a gyerekek körében a ringlis és az ugrálóvár volt a legnépszerűbb, de sokan próbálták ki a fanyűvő játékpart különböző eszközeit is. Szombaton a rendezvénytéren felállított nagysátor alatt egy báb előadást is megtekinthettek a jelenlévők. A Maszk Báb Színházat jól ismerhette a közönség, hiszen nem először jártak Hévízen. Ezúttal a Mátyás király Bolondos Bolondja című előadást mutatták be a városban. Ez egy marionett előadás, abból az alkalomból, hogy idén Mátyás király emlékév van, és akkor így hát ezzel a Mátyás mesékből íródott történettel szeretnénk egy kicsikét a gyerekekhez egy picit közelebb hozni ezt a kort, meg egyáltalán Mátyás királyt. Hányan lesznek a színpadon? Hányan játszanak? A színpadon 2 színész van, és 5 báb, és technikus kollega jön velünk. Mennyire nehéz ezeket a bábokat mozgatni, megszólaltatni, gondolom, talán egy kicsit könnyebb? Hát nem is tudom, igaziból ugye mondom 5 báb van és 2 színész, tehát mind a ketten több hangon több figurát mozgatunk. Nehezek egyébként ezek a bábok, ilyen nagy marionett bábbal nem nagyon dolgoznak az országban a többi társulat. Hát ezek majdnem 1 méter magas, és akkor még ahhoz jön ugyebár a mozgató szerkezet, amit még hozzá kell képzelni. Ez nagyon szépen mozog, tehát ezért is jó vele dolgozni, mert a marionett az egy nagyon kifejező dolog. Tehát tényleg nagyon sok mindent meg tud csinálni, nagyon szépen lehet mozgatni, és ez a fajta marionett, ugye van, amelyiknek csak zsinórja van, ennek viszont van egy botja, egy merev pálca megy a testéből a kereszthez, és ezért még jobban, még pontosabb mozgásokat lehet vele csinálni. Ahó! Menje már! Ha nincs itt senki! Ahó! Meg lehet, te csavargó! Na ide, gyere, nyomba! Én? De, csavargó! Gyerünk be az udvarba, fát aprítani! Aztán ki mondja ezt? Ez a kolozsvári bíró uram parancsa! Minden erre járó tartozik egy napig aprítani a fát, úgyhogy ne sokat vitatkozz, hanem lodulj, gyerünk! Változott egyébként valahogy a gyerekek körében az érdeklődés a Báb Színház iránt? Így mondhatjuk, hogy a tévé, illetve a videójátékok sok mindenben elvitték az ő érdeklődésüket. Hát mi nagyon régóta dolgozunk már, 20 éve, sőt, talán több is már, hogy elkezdtünk dolgozni. Azt észre lehet venni, hogy a gyerekeknek az inger küszöbe, vagy nem is tudom, nem, ez nem jó szó. Igazából az, hogy mennyi ideig tudnak egy helyben maradni, az tényleg változik. Az sajnos változik. Azt észre lehet venni, hogy sokkal, sokkal több mindenre van már ahhoz szükség, hogy le lehessen őket kötni. De ami azt illeti, végülis nekünk ebben ezzel nem volt gondunk sosem, mert ezek ugyan szabadtéri előadások, és egy kicsit kisebb díszlettel dolgozunk ezekben, mert hát nyilván a körülmények ezt kívánják. A Báb Színház az nem olyan, mint a tévé, az olyan, mint amikor anya mesél. És itt én azért is szeretem egyébként a színházat, mert hogy ez ebben a pillanatban történik. És én például imádom, amikor a színpad, jó, hát nézőként, tehát ezt hozzá kell tenni. Tehát, hogy amikor valami nem úgy sikerül, valami leesik, megbotlik, díszlet elindul. Tehát, hogy ebben benne van az, hogy ezt emberek csinálják. És csak abban az egy pillanatban. Tehát a film az más, ott ugye van rá lehetőség, hogy újra vegyük, hogyha nem stimmel valami, itt nincs. Now I hear time of my life. Now I never felt like this before. Yes, I swear it's the truth. And I only want to you. Este utcabára várták a kilátogatókat. A talpalá valót a Perfect Show Band biztosította, akik jól ismert slágerekkel szórakoztatták a jelenlévőket. Ez egy 10 éve működő zenekar, nagyon stabil tagokkal és egy jól bevált repertoárral. Milyen típusú zenét játszotok? Van régi,
az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as, 90-es évekből, és a napjaink slágereiből is. Hát igyekszünk mindig megtalálni azokat a dalokat, amik örökzöldek, amiket mindenki ismer, és amit mi is szeretünk nagyon játszani. Mennyire lesz telített a nyaratok? Hogy néz ki? Általában ilyenkor esküvő szezon van, úgyhogy nagyon sok esküvőn játszunk, és nagyon szívesen és örömmel veszük azokat a felhívásokat, amik nyáron nem esküvők, hanem mondjuk pontosan egy ilyen esemény, mint ami most itt van Hévízen, egy utcabál. Ez mindig ilyenkor nekünk is egy nagyon jó kuriózum, és szeretjük az ilyen alkalmakat. Jártatok már egyébként Hévízen? Igen, igen, jártunk már szüreti bálon két alkalommal is, ha jól emlékszem rá. És volt még egyszer egy farsangi rendezvény, az is itt volt Hévízen, azt hiszem a sportcsarnokban. Hányan vagytok egyébként? 6 fős a zenekar. Különlegessége, hogy nincs basszusgitár, mert az zongorista hozza a basszusokat a bal kezével, viszont ennek előnyére a fronton 3 énekes is tud lenni, ami ebben a műfajban kifejezetten jó és előnyére válik egy ilyen zenekarnak. Szeretik manapság az utcazenéket az emberek? Mi a tapasztalatotok? Igen, szeretik, igen, igen. Abszolút pozitívak a tapasztalataink ezen a téren. Az ismerős dallamok nem csak együtt éneklésre sarkalták a közönséget, többen közülük táncra is perdültek. Oh, 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 oh
egregyi búcsú második napján slágerfesztivállal kedveskedtek a szervezők a kilátogatóknak. Az esős, viharos időjárás ellenére is sokan voltak kíváncsiak Molnár György, Líra Díjas harmonika művész és koncertzenekara műsorára, akik ezúttal is nagy sikert arattak a közönség körében. 2000 óta működünk, úgyhogy 2000 óta megalakult először a teljes zenekar, utána lett egy trió formáció, ahol már mind a kettővel voltunk tulajdonképpen Hévízen, és hát azóta nagyon sok koncertet csinálunk. És tulajdonképpen 2016-tól váltottunk úgy, hogy csinálunk ilyen tematikus nagy koncerteket is. 2016-ban elindult az 50 éves a Táncdal Fesztivál, 17-ben lett egy Máté Péter emlékkoncertünk, idén pedig csinálunk egy Cserhéti Zsuzsa emlékkoncertet, illetve egy Seres Rezső emlékestet is. Miért pont a harmonika? Hát nálam családi indítatás volt, mert én nagyapám ugye harmonikázott, és én nagyon megszerettem. 3 éves voltam, amikor megkaptam az első hangszert, és azóta én nem nagyon tudnék elképzelni más. Tehát valószínűleg más hangszerrel játszott volna, lehet, hogy azt tetszik meg, de nekem így nagyon szerencsém volt, mert időben is gyorsan kiderült, hogy mi az, ami érdekel. Thank you.
így külsősként azt mondhatnánk, hogy könnyű megszólaltatni ezt a hangszert, de gondolom azért sok mindenre oda kell figyelni. Hát sok mindenre oda kell figyelni, és azt gondolom, hogy attól függetlenül egy nagyon szép hangszer, fizikán és fizikailag is egy megterhelő hangszer, tehát azt tudni kell, hogy az a hangszer, amin én játszom, ez egy 14-15 kilós hangszer, és nem magától szól, nem rendesen húzni kell ahhoz, hogy tényleg normálisan lehessen rajta játszani, és aztán van egy tartalék hangszer, ami 25 kiló. De amikor mondjuk egy 90 perces koncertet végigjátszom, egyszer volt egy olyan helyünk, ahol öltözőben volt mérleg, és ott majdnem 4 kiló volt a vesztesége a súlyomnak a koncert előtt, tehát után, de ez nyilván folyadékveszteség, csak valójában mutatja, hogy mennyire kemény tud lenni mondjuk egy koncert. Fesztivál keretein belül sztárvendégek is felléptek a hévízi színpadon, például Pór Péter is. Természetesen régi dalokat is hoztam, de egy-két újat is azért, mert ne gondolja senki, hogy a Pór Péter megrekedt ugyanott, ahol fél évszázaddal ezelőtt tartott, úgyhogy azóta hát változott az idő, és egy kicsit kellett nekem is változtatni a műsoromban. Hát rengeteg új számom van, de az az érzésem, hogy a régieket elvárja tőlem a közönség, és ezeket mindenképpen el kell énekelni. Régóta zenélnek egyébként így együtt? Nagyon régóta zenélünk együtt, csak konkrétan ezt a műsort, ez egy ilyen egyedi műsor, és ezt külön próbáltuk le. Hogy a világodat élem, nem gondolsz már néha se rám, nem sajnálod magadtól a szépet, rohansz új arcok után. Persze, neked könnyű, neked csak engem kell feledni, nekem téged óriási különbség.
lehet a titka annak, hogy még mindig szereti őket a közönség, és még mindig ismeri a fiatalabb korosztály is? Hát ennek több oka is van. Az egyik, attól is időtállóak ezek a régi dalok, hogy akkoriban egyetlen magyar televízió volt, és ami ott ment, és jó volt, és sikeres, az sokáig fennmaradt, és gyakran elővették ezeket a régi táncdalfesztiválokat, és újra és újra lejátszották. Tulajdonképpen minden évben lejátszák a különböző tévécsatornák egyszer-kétszer, így aztán minden korosztály megismerkedik vele, még a legfiatalabbak is, és olyan furcsaságok is előfordulnak, hogy például Budapesten utaztam egyszer a metrón, és leült mellém egy anyuka a kisfiával, és a kisfiú az anyukát elkezdte bögdösni, hogy te anyu, ez nem a Pór Péter, ez a bácsi. És az anyuka, ő tudta, hogy én vagyok, de az, hogy a gyerek, akiről kiderült, hogy 8 éves, ő is tudta, és ő is ismerte a dalaimat, ez egy jó jel abban a vonatkozásban, hogy a fiatalok is bizonyos fokig ezen nőnek fel, és szeretik ezeket a dallamos, régi, igazi slágerzenéket. Egy férfi együtt van egy nővel, ölt erővel, szülítse ő. Füstbe a karpat a kopba folyjon, s a túri szóljon. A program másik sztárvendége Soltész Rezső volt, aki elmondta, bár tartott attól, hogy az időjárás miatt elmarad a koncert, örömmel vette, hogy többek között a Győrből érkezett rajongóit sem tántorította el az eső. Nagyon készültem a Hévízi előadásra, mert több rajongóm jelezte, hogy el fog jönni, mert meg fogják hallgatni a zenekarral, hogyan lépek fel, mert többnyire ilyen zenék kísérlet nélkül, tehát félplayback-en szoktam énekelni több helyen, és az egy különös történet, hogy a Molnár Gyuri féle zenekarral itt bemutatkozunk, de ez mondjuk a kevesebb probléma volt, az igaz izgalma az időjárás miatt volt, ami egész úton kísért, mert láttam, hogy dörgött az ég villámot, és másodott az első, mondom, ez tök gáz, ebből nem lesz semmi. És akkor megláttam, befordultam itt, és láttam ezt a sátrat, aztán, hogy itt a jóisten sem mennek itt, vagy a különbséget attól, hogy itt énekeljünk, és egy előadás legyen. Úgyhogy örülök neki. És mivel készültem? Hát van néhány konkrét dal, ami a repertoáromban van, mert ebben a műsorral tulajdonképpen több helyen is felléptünk már. De hát természetesen a Szövanghoz az Élet című dal fogom énekelni mindenképpen, és utána még jó néhány, de nem olyan sokat, mert igazából ugye 20 percet vagyok a színpadon, a zenekar is, meg ahogy hát tudjátok, a Pór Peti is énekelni fog, de remélem, hogy kielégítjük a közönséget. Ugye említetted, hogy már több helyen is felléptetek ezzel a műsorra. Milyen a visszhangja?
Hát a visszhangja, nem tudom. De a közönség mindig szívesen fogadta. Tehát a helyszínen nagyon-nagyon nagy siker volt, és hát valójában ebben nincsen probléma. Akik ide jönnek, azok ezt a zenét szeretik, és minket akarnak hallgatni, ezeket az ismerős dalokat, amiket énekelünk, és ebben az értelemben tökéletes az összhang a közönség és a produkció között. Egy kis tapsot kérek, így segítséget! Köszönöm! Hívnak, azt hiszem, rám nevettél, összetört a szívem. Annabella, nem ismersz, mondhatod, nem tudod, ki vagyok. Annabella, csak reád gondolok, éjszakákon aludni nem tudom. Annabella, nem bírom már tovább. Kedvencen, amit szeretsz énekelni? Én mindentől szeretek. Ami a legfontosabb, igazából az egésznek a kiemelkedő rész a repertoárból, ez a szólyalmos az ének, ami nyilván a legnagyobb slágerem, amit most már nem mondom, ki sem merem mondani, hány évezőt énekeltem, de a 81-es Tánccal Fesztiválnak volt a sikerdala, és az azóta is szeret a közönség, és én is mindig szívesen énekelem, bárhol vagyok. Milyen lesz egyébként a nyár maradék része? A nyár maradék része? Igazán most kezdődik el. Ideig szabadságon voltam, amikor ezen a hétvégén kezdtem el dolgozni. Nem igaz, a múlt hétvégén kezdtem el dolgozni, és fellépéseket abszolválni, úgyhogy nagyon, hát minden héten van 2-3, sőt valamikor 4 fellépés is egészen augusztus végéig bezárólag, úgyhogy elég sokat fogok koncertezni meg mindenfelé. Imádok énekelni, úgy, mint az olaszok. Nekem már sok felé sodort az élet, a saját árnyékomtól én nem félek. Akármi történjen a nagyvilágban, jó kedvemet elveszem.
lesz a tűzre.